Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és elérkeztünk az Operátoriskola sorozat 37. részéhez, amiben az amerikai FBI szövet védekezőiről, Kesszőről fogunk beszélni. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy a Rainbow Six Siege-ben minden egyes operátort értékelek egy 1-től 10-es skálán, a fegyverkészlet, a gadget és a használhatóság terén, majd A, B vagy C kategóriába sorolom őket, és elmondom, hogy mi az előnye egy karakternek, vagy mi a hátránya. Kessel a videójában egy armored panel mögött tölti a shotgunját éppen, mert ott biztonságban van, majd megjegyzi, hogy amatőrök. Ez a második szempont lesz, de most nézzük az elsőt, ami a fegyverkészlet. Kesselnek két elsődleges fegyvere van, az egyik az UMP45, ami egy SMG, 38-at sebez, 600 a fire rate-je, 25 plusz 1 töltény fér bele, a recoil-ja pedig a lassúsága miatt kezelhető, bár a menüben véletlenszerűnek tűnhet. Én holografikkal, vertical grippel, flash hiderrel és konzolon, lézerrel ajánlom, mert az segít a drónok kilövésében. A másik az M1014 automata shotgun, ami azt jelenti, hogy szinte olyan gyorsan tudsz ezzel a fegyverrel lőni, amilyen gyorsan csak akarsz. 32 a damage-e, 8 töltény fér bele, amit egyesével táraz be. Már beszéltünk erről, hogy ez pozitívum, hiszen a töltést megszakítva bármikor tudsz lőni, ha enemy jár feléd. A recoil-ja kellően kicsi ahhoz, hogyha távolabbra becélozva akarsz lőni, ne legyen problémád. Én lézert és holografikot teszek rá. Két másodlagos fegyvere van, két pisztoly, az egyik a 5-7, ami 27-et sebez, 20 plusz 1 a kapacitása, és muzzle break-kel szinte nincsen recoil-ja. A másik, amit én használok, az M45, ami 47-et sebez, 7 plusz 1 a kapacitása, a recoil-ja pedig kicsi, pláne hogyha teszel rá muzzle break-et. Másodlagos gadgetnek pajzsot, vagy impact gránátot hozhat. Változó, hogy mikor melyiket használom, de ha fegyvernek a shotit hozom, akkor pajzsot hozom gadgetnek, és ha az UMP-t hozom, akkor pedig a gránátot hozom gadgetnek. Kessel loadoutja nem is túlságosan kiemelkedő, de nem is túlságosan rossz. Egyértelműen el tudja végezni a melót, de semmi extra. Így erre a loadoutra én egy 8 per 10-et adok. Lássuk a következő kategóriát, ami az egyedi eszköz, vagyis a gadget. Kessel gadgetje egy speciális barikád, ami erősebb, mint a normálisok, mind a golyók, mind az ütések ellen ellenállóbb. Igazából a neve golyóálló barikád, de ez nettó hülyeség, hiszen glázát tud rajta lőni, sőt le is tudja rombolni. Neki 11 lövésébe kerül letörni, ha jól emlékszem, vagy bárkinek egy breach charge-ba, vagy 11 ütésbe. Továbbá ott van Ash, Sledge, Hibana, Termite, akinek a gadgetje maga az, amivel le lehet törni egy Kessel barikádot. Szóval a bajom az ezzel a gadgettel, hogy összesen 3,6-szor erősebb egy sima barikádnál ütések terén, az, hogy minden operátor, még a recuit is le tudja törni, akár breaching charge-al, akár ütésekkel, és ez azért elég nagy negatívum. Pozitívum viszont, hogy lassítja az ellenfelet, és hallani fogod, hogy honnan jönnek, emellett sok operátorral tudsz együttműködni a gadgetet kapcsán. Én még annyit nem szeretek, hogy gyakran hátráltatja a site-ra visszatérő saját csapattársakat, védőket, és így sokszor még Kessel számára is csak egy nyűg a gadgetje, hogy vissza kell folyton tenni, ha lehúzzák a roamerek, mert elfelejtettek armort venni, és visszajöttek érte, és sok hasonló más is van. Éppen ezért például vagy az impact-tel kirobbantani, vagy pedig a shotgunnal kilőni egy hatchet, ami lefelé vezet, az nagyon praktikus, mert ha megcsinálod a Kessel barikádokat ajtókra már a
preparation phase-ben, és nem szeretnéd, hogy letörjék, akkor szólsz a csapattársaidnak, hogy aki roamelni akar, az a hatchen ugorjon le. Ezek után pedig már csak annyi maradt hátra, hogy értékeljem ezt a kategóriát Kessel számára, gadgetre egy 6,10-et adok. Lássuk a használhatóságot. Kessel két armor és két speedes, ami lehetővé teszi, hogy kempeljen, de azt is, hogyha úgy adódik, rómeljen. Én nem nagyon szoktam vele futkorászni, azok hasonló, mint Doknál, azon túl, hogy Dok ugye ráadásul még hangos és lassú is, vagyis az, hogy a site-on van dolgom a gadgetem miatt, és ott kell segítenem a csapatomnak. Változó, hogy hova teszem a három speciális barikádot, általában főleg csak ajtókra, ablakokra csak akkor, hogyha van mute, de ha megcsinálod a mute-olt castle barikádos kombót is, akkor is Sledge és Ash önmaguk ki tudják szedni ezt a barikádot, úgyhogy sokszor nem olyan erős még úgyse, hogy egy mute alá van téve az ablak alá. Továbbá vannak bendites csirkehálós trükkök is vele, hogy miközben oda megy a Sledge vagy valaki, akkor közben sebzi, ugyanígy smoke-kal is lehet, beakad a csirkehálóba, és mire kimegy, akkor 40 HP-val már kevesebb van, szóval ezeket lehet próbálgatni. Lehet csinálni csapdát is a gadgetjének segítségével úgy, hogy pre-damage-eled, vagyis előre 10-szer megütöd a barikádot, és amikor jön a támadó, amikor beleüt először, azt hiszi, hogy még hátra van 10 ütés, de nem, meg fog lepődni, hogy egyből letört, és így nagyon sebezhetővé válik, hiszen egyből az egész bent lévő védekező csapat tud rá lőni, annyi, hogy ilyenkor ugye figyelni kell azt az ajtót. Lehet vele Nitro Cell-es pulzos taktikát is kieszelni, hiszen a támadó oda megy az ajtóhoz, hogy tegyen rá breach-et, vagy elkezdje ütni, vagy a sledge megy oda, hogy kiüsse a kalapácsával, és a pulz pedig dobott már korábban az ajtóra Nitro Cell-t, a kameráján, vagyis hát a heartbeat monitorján látja, hogy közeledik az ellen, felrobbantja a Nitro-t, igaz, hogy így le lesz törve a Castle barikád, de meg lesz ölve egy támadó, és egyébként ilyenkor, ha jól gondolom, akkor a Castle barikádot újra lehet húzni, és nincs elvesztegetve. Tehát, hogyha csapattárs töri le, akkor még azt fel lehet ugyanúgy húzni, mint hogyha nem is tetted volna le. Sokféle trükköt lehet alkalmazni, tehát Castle-lel és a gadgetjével kicsit lehet taktikázni, összhangba hozni a csapattal, sokszínű operátor, és nem azért mondom, mert afroamerikai. Használhatóságra kap egy 9/10. Ahogyan pedig a számok kihozták, Kessel egy 7,6-ot ért el a maximális 10 pont számból, így a B kategóriába került. A következő részben Blitzről, a német támadó Shieldesről fogunk beszélni, aki így az utolsó operátor, aki a jelenlegiek közül beül az iskolába, hiszen majd azért jönnek majd hongkongiak, meg egyebek, de jelenleg ezzel lezárul valamennyire ez a fejezet a sorozaton belül. Utána még folytatódni fog rengeteg résztel, szóval nem kell megijedni. Na de most maradjunk még ennél a videónál, ugyanis köszönöm, hogy megnézted, rendkívül sokat jelent számomra, remélem tetszett, ha így van, akkor nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, mert kíváncsi vagyok rá, hozd meg, hogy jusson el más Siege rajongókhoz is. Ha nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, a következő részig pedig gaming is fun, és sziasztok!